mondanom, hogy hát szoktam ilyenkor mondani, hogy a utolsó szó a jóisteni, és ezt azért jó megérteni és megszívlelni. A Szovjetunió 10 évig mindent megtett, hogy tönkretegyen. Aztán én itt vagyok 93 évesen. Hol van a Szovjetunió? Hogy mikor hahotáztunk nagyon jóízűen. Hát azt egy picit részletesebben kell elmondanom, mert képzeljék el, ez is a jóistennek egy csodálatos beleavatkozás az emberi életbe. Hát én nem vagyok olyan dívirkózó, úgyhogy azzal a 3 méteres szalagfűrészsel meg felszével, hát egy darabig tudtam dolgozni, de képzeljék el, 41 kiló voltam, hát az nem egészen férfi súly, alig tudtam lábra állni. Hát akkor már nem vittek ki az erdőbe, de hát gondoltam, most mi lesz velem. Az Úristennek volt egy firkás ötlete, képzeljék el, egy egész esztendeig nem fűrésszel és felszével dolgoztam, hanem ecsettel. Félreértés volt, táborparancsnok megkérdezte, katprofesszia, mi a foglalkozásom? Nem szóltam egy szót sem, mit csinál ő az én foglalkozásommal. Neki lakatos, asztalos, szabószakás, ilyen kölött, ugye? Nem szóltam egy szót sem. Mellettem volt egy lengyel, aztán látta, hogy én a porba firkálok. Azt mondja, Hudozsnyik, festő! Erre megkérdezte a táborparancsnok, hogy a malár olyan falfestő, kutyasi akarta veszelni a barakjait, és én azért a nyugati nyelvekben egy kicsit tájékozottabb vagyok, mint a szovjet, az orosz nyelvben, és a nyugati nyelvekben is van ilyen szó, hogy portré, ugye? Azt mondom ennek a nagyúrnak, portrétiszt vagyok, portréfestő vagyok, hát ha nem kell neki. Kellett a szerencsétlennek. Egy évig portrékat festettem, 39 olajportrét, hát az első 6-8 az kétségbejtő volt. Nézzék, kínjából az ember belejön ám, és aki hozzá kell tenni, 5 éves koromban gyermekrajz pályázatot nyertem, én ilyen zseni vagyok, na, de azért, ha lehet, akkor azért bizonyítok is, hát nem fogom tudni megmutatni. Igen, már is írom. Jó. A 2 fillérre értékesebb halában írva, ugye? Ja, várjon, ide szoktuk aláírni ebbe. Azt is elmondom atyának, hogy a legutóbb 2007-ben a hitpajzsa kitüntetésnél csináltam egy interjút, fönt van az interneten, azóta 5000-en nézték meg. Te jóságos éjjel! Hát már újat már most se tudok mondani, de azért ezt még hadd szabadjon, megmutatom, hogy... Na, minden ilyen raptelepen vannak a legnagyobb gazemberek, a felső 10 000, minden országban nálunk is nálunk huligánnak nevezik, vagy zsuliknak nevezik, egy 23-szoros gyilkos mindig ott volt mellettem és néztem, ezek összejátszanak a fegyőrökkel, ezek nem dolgoznak, ugye ezek a legnagyobb cégéres gazemberek. Ott ült mellettem és nézte, hogy én hogy festek. Hát engem a guta kerügetett, mert a 23 gyilkosságából a 6 utolsó már a raptársait ölte meg. Mindig azt mondták, most kezdődik a 25 éves büntetés. Most kezdődött, törődött is ő vele. Nem bántott, de engem a guta kerügetett, hát a sorozatban nem akartam a 7. venni. De ezeknek volt egy státusz szimbólumuk, egy pénzének is zsebtükör. Hát valahol még szerezték a fegyőrök is közterezték ezt a kis zsebtükröt. Ennek van egy másik lapja, és jön ez a jó ember, hogy a másik lapra fessek valamit. Tehát én gyáva kukasz vagyok, egy 23-szoros gyilkosnak nem mertem azt mondani, hogy nem. Jó, majd éjszaka készítek valamit. Hát csináltam. Tetszett neki. Aranyos volt, mert azt mondta, tudod, hogy semmi nincs, meg akarom köszönni. Tudod mi? Ha téged valaki bántani mer, szólj nekem! Hát a 4 őrkorony, a golyószorva, a kisviska volt, ahogy én be voltam biztosítva. Hát nem szentképet föstöttem neki, hanem egy ilyen pici kis leányfejet. Ugye?
belejöttem, igaz? Messziről nem tudom most mindenkinek megmutatni, hogy ma széjjel megy, ugye? Na, ezzel nincs vége még, mert ugye bennünket örökké motoztak ezt, és megtalálták, behivatott a táborparancsnok. Elébén vette, hogy ezt én föstöttem. Hát mondom, a rabaz a csillagokat is letagadja, de kinek volt ott föstéke, még esetje, minden. Bevallottam, hogy én. Most jön a klasszikus szovjet kérdés. Szokott pénzt hamisítani? Jaj, sose hamisítottam pénzt. Hát aki ilyen miniatűr munkát végez, csak pénzt hamisító lehet. Szovjet gondolkodás. De a következő azt mondta, hogy most nekem fog pénzt hamisítani. Nem hamisítottam pénzt. Na, de ez csak azért van, hogy ekkor, mikor hát föstő lettem, akkor a főnökön volt a kultúrfelelős, egy hadnagy, akinek tudtam, hogy van egy 4 esztendős kislánya, sose láttam helynemedinős gyermekbénulásos gipszágyba feküdt, annak én csináltam ilyen pici kis papírból játékokat, paprika jancsit, meg ilyes léléket, szóval jóban akartam lenni a főnökömmel. Egyszer csak jön, ez volt olyan, mikor is, még Sztálin életében, 52 tavaszán. Jön délután be, a hóna alatt úzták papírba hoz valamit, bemegy az irodájába, az én kis asztalom ott volt az irodája előtt, kikiabál, hát világos rab vagyok, bemegyek, megállok az íróasztala előtt, kezdi kicsomagolni azt a valamit, amit hozott, és mondja a következőket. Mondom, ez 52-ben, vagy 50, nem, 52-ben volt még Sztálin életében. Képzeljem el, egy német zsákmány szerelvénynek egy kocsiját tolták ide leblombálva, a 3-tagú bizottság feltörte a bombát, kinyitották, és nem tudom én hány sorba besiktolva, akkor még nálunk se volt műanyagból, csak fából biztos láttak ilyet, szépen lefényezve, WC-ülőke. Láttak ilyet biztos, ugye? Ha ők ezt nem tudják használni, neki Google rájuk van, ugyan döntöttek, hogy becsukják, leblombáznak, tovább küldték. Ez 1945-től 52-ig tekergett a Szovjetunióba. Lehet, hogy én most is tekerek, de most már Oroszországba tekerek. Na. De, az csak rutin kérdése, hogy az én főnököm a 3-tagú bizottság szeme láttára 2 kilopot belőle, és kezdi ottan kicsomagolni neked. Hát láttam én ilyen WC-ülőkét, édes jó istenként. A baj akkor keletkezett, amikor kihúzta az íróasztal fiókját, kivett belőle egy Lenin képet, meg egy Sztálin képet, hogy én keretezzem be, csináljak akasztot, és függesszem fel a kultúrfoszoba falára. Hú, mondtam, gondoltam, hát nem csak egy magyar, de se egy lengyel vagy egy német, rögtön látja, hogy az micsoda. Igaz? Rögtön látja, hogy az nem az egy díszes képkeret. Tehát rab vagyok, meg kell csinálni, szépen fölfüggesztettem a kultúrszobának a falára, és hát azzal a megtoljással, hogy amikor a brigádok jöttek az erdőből, odaküldtem a kapuhoz az egyik ott lévő rabtársamat, jöjjenek be a kultúrszobába, beszélni akarok velük. Jöttek, nem jutottam szóhoz, mikor meglátták ezt a két képet, azonnak végre a saját helyükön vannak ezek a nagy urak, és elkezdtek kacagni, megették a káposztaleves, visszajöttek kacagni. Szóval nézzék, nagyon-nagyon sokat jelent, hogy ténylegesen ez akkor, én nekem másnap be kellett mennem a főnökömhöz. Mondom, ne haragudjon, én nem akarok beleavatkozni a maga dolgába, de vegyük le ezt a két képet, mert hogy magasabb parancsok ezt észreveszi, akkor magácska ide jön miközénk politikai rabnak. Úgyhogy hát ez csak egyszer volt, de hogy akkor jóízűen nevettünk, az biztos.